Pozitív értékelést kap Szerbia a Pristinával folytatott viszony normalizálásáért, a reformok bevezetéséért és a regionális együttműködés fejlesztéséért, legalábbis így értesült a Tanjug hírportál. Ugyanakkor kritikaként megjelenik az is, hogy néhány esetben nem tartották tiszteletben a szólásszabadság jogát, valamint az Oroszország elleni európai szankciókat sem vezette be Szerbia. Az elsődleges dokumentumjavaslatot David McAllister jelentéstevő készítette. Az európai parlamenti képviselők ezután több módosítási javaslatot is benyújtottak. Deli Andor vajdasági európai parlamenti képviselő javaslatára számos kisebbségjogi kérdés is bekerült az ország jelentésbe. A bizottság februári ülésén heves vita alakult ki. Horvátország több feltételt is kötött volna Szerbia előrelépéséhez. Végül úgy döntöttek, hogy a két ország közötti nyitott kérdéseket bilaterális szinten kell megoldani. Az EP jelentést vélhetőleg nagyobb változtatások nélkül fogadják majd el szerdán. A jelentés szövegében az áll, hogy először az alapjogokra, a jogállamiságra és a Belgrád-Pristina közötti viszony normalizálására vonatkozó fejezeteket kell megnyitni. Az Európai Parlament jelentése nem kötelező érvényű, de az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak kötelessége figyelembe venni, amikor döntést hoz.